ahogyan a koltói tanácskozásból is látták, és a jelenlévőknek a reakciójából, egy író van itt abban a helyzetben, hogy ráirányul a figyelem. A modern értelmiségének a tipikus új élethelyzete ez. Hallgass, zúgó szél, hadd beszéljek én. Petőfi Erdélyben. Ez a címe annak az egyórás dokumentumfilmnek, amelyet Maksai Ágnes kolozsvári filmes írt és rendezett, és amelynek szakmai konzulense és egyben társforgatókönyvírója és arca T. Szabó Levente irodalomtörténész, a Bábesbolyai Tudományegyetem bölcsészkarának oktatója. Az irodalmi piacon magának érvényszerző író, bizarr, furcsa, mai szóval élve, hát mint egy bulvárosítja a magánéletét. És innen napra pontosan tudjuk, hogy az előző nap történt. A nagy esemény, a csók, igen ritka a korszakban is, úgy nevezzük ma, hogy szerelmi házasság. A dokumentumfilm bemutatójára a 14. kolozsvári Magyar Napok keretében került sor, apropója pedig Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója. A Magyar Országgyűlés ugyanis 2023-at nagy költőnk tiszteletére Petőfi emlékévnek nyilvánította. Úgy gondoltuk, hogy már volt kísérlet arra Dávid Gyuláék személyében évtizedekkel ezelőtt, hogy monografikus módon földolgozzák ezt a témát, és hogy annyi évtized után most lehet, hogy filológiailag nem tudunk annyit hozzátenni ehhez a történethez, viszont annyi új anyag, és főként hát egy új keret, vagy új értelmezési keret fogalmazódott meg az utóbbi, főként két évtizedben a Petőfi életmű körül, hogy érdemes lenne újra nyitni ezt a fejezetet, arról nem is beszélve, hogy ugye vannak olyan helyszínek, amelyek nagyon ismertek, nagyon látványosak, és amelyektől úgy érzékeltük Maksai Ágnessel együtt, hogy tudnánk új dolgokat mondani, illetve vannak olyan helyszínek, amelyek még az erdélyek számára is, vagy az ott lakók számára is, hát kicsi halványan, vagy kevésbé látványosan őrzik az emléket. A bemutatón elhangzott, Petőfi az első olyan magyar író, akinek szinte minden egyes napja dokumentált valamilyen módon. Ez jól mutatja nem csupán költői nagyságát vagy jelentőségét, hanem azt, hogy a hírnévnek milyen új kultúrája jött létre a modern napi sajtó megjelenésével. A modern magyar nyilvánosság első költőjének a portréját kívánja bemutatni a dokumentumfilm, jelentősebb erdélyi kötődéseinek kronológiáján keresztül. A lényeg az volt, hogy próbáljunk egy kicsit másképpen hozzányúlni a témához, mint ami eddig ismert. Nyilvánvaló, hogy amikor fölmerült a film készítésének a gondolata, az első az az volt, hogy levettem a könyvespolcról a Dávid Gyula Mikó Imre Petőfi Erdélyben című könyvet, annak alapján fölállítottam a kronológiát, és akkor utána kezdődött a nehéz dolog, mert ugye az az, amit mindenki ismer, az az, aminek alapján a tankönyvek is operáltak éveken keresztül, és szerettünk volna egy más megközelítést, és addig gondolkodtam, amíg rábukkantam T. Szabó Leventére, aki pillanatok alatt megjelent egy olyan tanulmánnyal, amely tartalmazta a legfrissebb irodalomtörténeti kutatásokat, és így akkor már mindjárt arra kellett nekem rendezőként választ adni, hogy hogyan tudjuk ezt filmesíteni. Mert az új megközelítési mód megvolt, hogy úgy bemutatni Petőfit, mint az első magyar modern értelmiségi karrier történetét. Nem utolsó sorban úgy láttuk, hogy vannak olyan témakörök, amelyek segítségével nagyon jól megjeleníthető mindaz, amit a szakma mostanság újszerűnek gondol a Petőfi életműről. Csak egy példát mondjak a modern sajtó megjelenéséről, és Petőfinek, mint újságírónak, akár irodalmi, akár közéleti szereplőnek az újszerűségéről. És ezt több helyszín, vagy különböző helyszínek kapcsán el tudunk mondani. Ugye rendkívül izgalmas új hadtörténeti, vagy friss hadtörténeti eredmények vannak, amelyek Petőfit, a katonát állítják előtérbe, és a szerepvállalásának hát az esetleges sikerét, vagy kudarcát taglalják, és ugye ez is több helyütt megjeleníthető volt, nyilván majd látni fogják a film záró jelenetében, próbálunk valami nagyon erőset, vagy markánsat mondani arról,
jól, hogy úgy látni a legfrissebb kutatási eredményekből, hogy hát az értelmiségi vagy az írónak a szerepe az, ami olyan markánsan felerősödik, hogy valójában ütközik a katonáival, vagy a katonai fegyelemmel, és hát sajnos részben úgy tűnik, hogy Petőfinek a halála is ennek tud, vagy eltűnés ennek tudható be. Petőfinek több arcát bemutattuk, Petőfi a színész, Petőfi a féltő édesapa, Petőfi a szerelmes, Petőfi a nősember, Petőfi a turista, ami nagyon fontos, hogy magyarosítja az akkor divatos Grand Tourt, és Petőfi a csatatéri harcos, a forradalmár karddal a kezében, a felelőtlen harcos. A dokumentumfilm úgy beszél Petőfi erdélyi útjairól, hogy közben általános az egész Petőfi életművet és személyiséget is érinti. Ezáltal jóval többeket érdekelhet és szólíthat meg, mintha csak a puszta kronológiára és eseménytörténetre szorítkozna. A film készítőinek célja tehát egyszerre mutatni meg kronológikusan és új, eddig ismeretlen, korszerű adatok, árnyalatok révén Petőfi kötődését a 20-21. Századi értelemben vett Erdélyhez. Én nekem csak az volt a feladatom, hogy képileg ezt hogy lehet megfogni, és nyilván akkor jöttek be a helyszínek. Nagyon izgalmas volt rákapaszkodni arra a 19 helyszínre, amire sikerült eljutni. Sajnos nem tudtuk megjeleníteni Petőfi erdélyi útvonalát a maga teljességében, de nagyon őszintén mondom, hogy hiányérzetem nincs. És képileg sikerült úgy felépíteni a filmet, hogy ráfűztük a történeteket mindazon éppen működő kiállításokra, gyűjteményekre, ahol vizualizációs anyaghoz tudtunk jutni. Értelmiségtörténeti szempontból szerettük volna megnézni Petőfit, mint az egyik első modern magyar értelmiségi szereplőt, aki a korábbi évtizedek, évszázadok rendies társadalmi szerkezetéhez képest abban jelent újdonságot, hogy egy teljesen új típusú elitnek az előretörését mutatja. Itt írók, művészek jelennek meg, és kerülnek előtérbe, kezdik el irányítani a közéletet, egyre többen kezdenek el figyelni rájuk, és ezt ugye megszokjuk aztán a kiegyezés után, olyan természetes lesz egyébként, hogy az első, vagy a később a kiegyezés utáni modern magyar parlamentbe hány író vagy művész kerül be, de hogy ennek valójában az előtörténete az 1830-as, 40-es évek, de főként a 40-es évek, és főként az áttörő helyzet, amit a modern napilapoknak a megjelenés és a modern újságírásnak a megjelenése hoz magával. A filmben Petőfi erdélyi útjának helyszínei jelennek meg, köztük Bihardiószeg, Székelyhíd, Nagykároly, Erdőd, Koltó, vagy éppen Kolozsvár és Nagyszalonta, ahol, mint ismert, Petőfi lelki barátja Arany János élt. Nem fért bele az összes helyszín, vannak olyanok, amelyek hát nagy szívfájdalom és kimaradtak, mondjuk egy Kézdivásárhelyről iskolába jártam, és ahová nagyon erős történeteket tudtam volna kötni, vagy szerettem volna kötni, vagy Karánsebes, vagy Szelestyehuta például, amelyekről eredetileg az volt az elképzelésem, hogy oda erős történetek fognak kötődni, de nem bánkódom emiatt, mert alapvetően nem az volt a cél, hogy persznyi pontossággal kronológikusan föltérképezzük ezt az életutat, hanem hogy egy víziót nyújtsunk, vagy egy új víziót nyújtsunk, és ezáltal a helysz ismert és kevésbé közismert helyszínek is új megvilágításba kerüljen. Petőfi minden napja dokumentálva volt, hogy Petőfi úgy élte meg a modernkori újságírói szerepet, hogy mindent megtervezett, hogy amikor ő Nagykárolyba jön, akkor hátrahagyta Budapesten a barátjának a sajtóban, hogy amikor megérkezem, küldöm az első cikket, amikor az országgyűlésen túl vagyok, amire végül nem jutott el, küldöm a következőt. Ugyanígy meg volt szervezve az egész udvarlás, bulvárosítva van a sajtóban, ugyanígy meg van szervezve a Mézes hetek alatt kettesben
már korrigálják, javítják, sajtó alá rendezik Júliának a naplóját, azt is megjelentetik, és az erdélyi utazásairól is sorjában az úti levelek. Tehát nekem ez volt nagyon új, hogy mennyire tudatosan használja a sajtót, és mennyire tudatosan építi fel a saját karrierjét. Petőfi szabadságharc alatti erdélyi útjai egyben politikai radikalizálódásának is a tanúságai. Kényelmetlen személyiség ebben az időszakban is, mert költőként és értelmiségiként, s nem katonaként viselkedik, még akkor sem, amikor ezt várják el tőle. A friss kutatások szerint ez vezet a halálához is, hiszen a katonai tanácsok ellenére felkészületlenül megy ki a csatatérre. Ezeken a helyszíneken a polgári költőnek ezt az útkeresését, illetve katonai helyzetekben költőként való viszonyulását követi végig a dokumentumfilm, amelynek képi világa László Lóránd, Lackó Tibor és Kőműves István munkáját dicséri.